Köszöntöm nézőinket! Önök a Trio TV hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják. Főbb témáink címszavakban. Petőfi Sándor halálának 165. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak Kiskun Félegyházán július 31-én. Olaszországi turnén vett részt a Félegyházi Patkaporos Tánc Együttes és a Petőfi Szállási Néptánc Együttes július 17-e és 22-e között. 71 millió forint értékű műfüves pálya épülhet a Honvéd sporttelepen. Az önkormányzat 50 millió forintos támogatást kap az MLS-től. Petőfi Sándor halálának 165. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak Kiskun Félegyházán július 31-én. Beszédet mondott Kapus Krisztián polgármester, majd Juhász István a város díszpolgára szavalta el a Dalaim című Petőfi verset. A Felvidékről érkezett Síkabonyi Polgári Társulás énekkarának zenés műsorát követően a résztvevők koszorúkat helyeztek el a költő szobránál. Petőfi Sándor emléke előtt minden évben rendezvényekkel tiszteleg az önkormányzat. A költő halálának 165. évfordulója alkalmából Erdélybe, Fehéregyházára is kilátogatott egy delegáció. A városi ünnepséget pedig július 31-én tartották meg a Petőfi téren. Minden magyar, aki kimondja a szót költő, Petőfi Sándorra gondol. Ezzel kezdte beszédét Kiskun Félegyháza polgármestere az ünnepségen. Kapus Krisztián kiemelte, ma is jelen van Petőfi a magyar irodalomban, aki önfeláldozása és hazaszeretete miatt mindenki számára példakép. Sokan utánozták népies stílusát, aki verset ír, az merít a költő szellemiségéből is, tette hozzá Kapus Krisztián. Mint mondta, száz számra írtak róla könyveket, cikkeket, amelyek új tartalmat adtak munkásságának. Petőfi Sándor életrajzát is sokan ismerik, hiszen majdnem annyira él a köztudatban, mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-ről 23-ra virradó szilveszter éjszakáján született, s versében Félegyházát nevezte szülővárosának, mi Kiskun félegyháziak, így is valljuk. Ki ne tudná, hogy Petrovics Sándornak hívták, hogy mindösszesen 26 évet élt, hogy 1848 forradalma elválaszthatatlan nevétől, és hogy 1849-ben Erdélyben, a Segesvár melletti csatában, a fehéregyházi síkon esett el. A költő pályafutását Juhász István Kiskun Félegyháza díszpolgára idézte fel azzal, hogy elszavalta Petőfi egyik legismertebb versét, a Dalaim című költeményt. S amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése, Dalaim, mik ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe, miért nem kél föl, hogy láncát letépje, arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről, Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámai haragos lelkemnek. A megemlékezésen felvidéki vendégeket is köszönthetett a város önkormányzata. A Síkabonyi Polgári Társulás énekkar a zenés műsorral tisztelgett a forradalom költőjének emléke előtt. Nálunk áll van, a Bálint sírja felel, itt, ahol szentjeim, óvták a nemzetet. Az ünnepség zárásaként az önkormányzat, a városi intézmények, valamint a pártok képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a költő Petőfi téri szobránál. Az elmúlt napokban többször vonult végig heves vihar Bács-Kiskun megyében. Csütörtökön 10 esetben kérték a tűzoltók segítségét úttestre, épületre dőlt faágak, valamint az összegyűlt nagy mennyiségű csapadékvíz eltávolításához. Egyik esetben sem történt személyi sérülés. Az elmúlt napokban Félegyházáról, Gátéről és Tiszaalpáról összesen 8 alkalommal érkezett lakossági bejelentés, épületeket, pincéket öntött el a hirtelen lezúduló csapadék. A térség mentési munkálataiban a Félegyház és Kecskeméti hivatásos tűzoltók mellett a Tiszakécskei önkormányzati, valamint a lakitereki önkéntes tűzoltóság vett részt. További rövid híreink következnek immár képekben is, melyben szó lesz a Félegyházi Kórház fejlesztéséről, a Patkaporos Tánc Együttes olaszországi vendégszerepléséről, valamint a Jövő Bajnokai Diáksport Egyesület kosárlabda táboráról. Jó ütemben halad a Kiskun Félegyházi Kórház új rendelőintézeti részének megvalósítása. A Bács-Kiskun megyei kórház 3 milliárd forint értékű pályázata 1,3 milliárd forintot biztosít a munkálatokra. Ezekben a hetekben előzetes felmérést végeztek a szakemberek.
A kivitelezési tervek augusztus végére már elkészülnek. A tényleges munka az év végétől indulhat el. A befejezési határidő 2015. december 31-e. A várakozásoknak megfelelően halad a főépület harmadik szintjének felújítása is. A nyertes uniós pályázat lehetővé teszi, hogy korszerű berendezésekkel bővüljön a mozgásszervi rehabilitációs osztály. Az átadásra várhatóan szeptember végén, október elején kerül sor. Július 17-e és 22-e között olaszországi turnén vett részt a Félegyházi Patkaporos Táncegyüttes és a Petőfi Szállási Néptáncegyüttes. A Folklorama Fesztiválra Pázián di Prato község néptánc csoportjától kaptak meghívást. A fellépések mellett kirándulásokon, illetve városlátogatásokon is részt vehettek a táncosok. A közönség számára kezdetben szokatlan volt az előadott műsor, mivel Olaszországban elsősorban a lassabb ritmusú páros táncokat ismerik, ettől függetlenül nagy sikert arattak a fellépések, amelyekre egyebek mellett Kormanzban, Kasszakkóban és Pradamánóban került sor, tájékoztatta szerkesztőségünket Kátai Tibor művészetvezető. Kosárlabda táborba hívja a sportág iránt kedvet érző fiatalokat a Jövő Bajnokai Diáksport Egyesület. A foglalkozásokat augusztus 25-e és 30-a között tartják a Konstantinum Sportcentrumban. Az Egyesület 6 utánpótlás csapatot indított az elmúlt szezonban, 4 országos és 2 megyei kiírásban vettek részt, emellett hazai és nemzetközi tornákon is szerepeltek. A korosztályos bajnokságokban összesen 77 mérkőzést játszottak, ebből 40-et megnyertek. Simon Zoltán szakosztályvezető szerint teljesítményük büszkeségre adhat okot a város sport életében. A 2003-2004-es korosztály fiú csapata megnyerte a régiós alsóági kiírást, és közel került ahhoz, hogy az országos főtáblára kerüljenek. Az Egyesület megyei bajnoki címet is szerzett ebben az évben, ezzel kiharcolták az indulást az országos bajnokságban. Várhatóan jövő tavasszal kezdődhet meg annak a műfüves pályának az építése, amelyre Félegyháza önkormányzata adott be pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A 71 millió forint összértékű beruházáshoz 21 millió forint önerőt biztosít a város, a fennmaradó 50 millió forintot az MLS finanszírozza. A Honvéd sporttelep öltözői szintén nyertes pályázat keretében újulhatnak meg, a kivitelezés akár már ebben a hónapban elkezdődhet. Ezen a területen alakítják ki a 60x40 méteres műfüves pályát, amely az országos pályaépítési program keretében valósulhat meg Félegyházán. A Magyar Labdarúgó Szövetség határozatban tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy sikeresen pályáztak. A kivitelezés 2015 tavaszán kezdődhet meg. A pálya nem csak szabadidős célokat szolgál, a KHTK labdarúgó szakosztályának felkészülését is segíti. Az Egyesület a téli edzések miatt rendszerint Kecskemétre utazott át, mivel itt nem voltak biztosítottak a feltételek. A műfüves pálya arra is alkalmas lesz, hogy a 13 év alatti korosztályok számára meghirdetett mérkőzéseket itt rendezzék meg. Jelentősen bővül így a lehetőségek tárháza itt a Honvéd pályán, és nem beszélve arról, hogy egy műfüves pálya sokkal strapabíróbb, mint a füves pálya, tehát esetleges rossz időben, mondjuk nagyobb esőzés után nem tennénk tönkre a füves pályát, legalábbis a utánpótlás játékosok nem tennék tönkre a füves pályát, és le tudnánk játszani a műfüves pályán is, akár nyáron is, vagy ősszel a mérkőzéseket. A Félegyházi Térségi Sportiskola még februárban adott be pályázatot, szintén a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a Honvéd sporttelep helyiségeinek felújítására. A képviselőtestület által megszavazott 3 millió forinthoz további 7 milliót ad a szövetség. A munkálatok várhatóan heteken belül elkezdődnek. Az átépítéseknek köszönhetően nem csak a sportolókat, hanem a közönséget is korszerű körülmények között fogadhatja a sportiskola. A lelátó felújítását kizárólag úgynevezett TAO-s forrásból, tehát társasági adókedvezményből lehetne megoldani, ez a beruházás azonban még várat magára. Ez a fajta pályázat, amit az MLS 70%-ba támogat, ez elsősorban öltöző felújítás meg ilyenekre, de magát a lelátóra is lehetne pályázni, csak annak a 70%-át azt a TAO-ból kellene, a TAO pénzből lehet összeszedni, tehát az ugyanúgy a 30%-as őrrészsel, tehát van ilyen lehetőség, hogy akár le lehet fedni, meg székekkel ellátni, mindent meg lehetne csinálni, csak annak a 70%-át úgy kell összeszedni a vállalkozóktól, akik ide fizetnék a adójuk, tehát nem a NAV-hoz, hanem ide fizetnek, tehát az a mi feladatunk lenne. Még eznek az előnye, ennek a öltöző, illetve a szociális részfolytásnak, hogy ezt a 70%-t az ember lesz adja közvetlenül.
A műfüves pálya kiépítése jövő tavasszal kezdődhet el. A fejlesztés összértéke 71 millió forint, amelyből 50 millió forintot biztosít a labdarúgó szövetség. Az önkormányzat reményei szerint a városi tömegsport mozgalom fellendítését is elősegítheti a beruházás. Várhatóan augusztus 12-én kedden kezdik el a köztéri gesztenyefák növényvédelmi permetezését Félegyházán a délutáni esti órákban. Az időjárás és a rajzás figyelembevételével módosulhat a munkálatok időpontja, ebben az esetben 13-án vagy 14-én kerül sor a permetezésre. Az alkalmazásra kerülő gomba és rovarölőszerek gyenge, illetve veszélyes méregnek számítanak, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Petőfi Sándor halálának 165. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak Kiskunfélegyházán. A Síkabonyi Polgári Társulás énekkarának műsorát követően a résztvevők megkoszorúzták a költőszobrát. Olaszországi turnén vett részt a Félegyházi Patkaporos Táncegyüttes és a Petőfi Szállási Néptáncegyüttes július 17-e és 22-e között. A Folklorama Fesztiválon nagy sikert arattak a táncosok. 71 millió forint értékű műhüves pálya épülhet a Honvéd sporttelepen. Az MLS 50 millió forinttal támogatja a beruházást, a fennmaradó 21 milliót a város költségvetéséből biztosítják. Ez volt a Kiskun Krónika augusztus 8-án. Maradjanak velünk továbbra is, hogy megtudják, milyen idő lesz holnap. Híradónk ismétlését 20 órakor, 22 órakor és 23 órakor láthatják, valamint holnap reggel 8 órakor, délben és 18 óra 30 perckor. Friss hírekkel pedig hétfőn 19 órakor jelentkezünk. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra, a www.félegyházitv.hu oldalra, ahol könnyedén újra nézhetik korábbi adásainkat, és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Szombaton már derült, napos időre lehet számítani. Kezdetben még párás lehet az idő, de csapadék nem valószínű. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 18 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.